részemről oké a dolog. Nemrégiben, hogy érzed most magad? Köszönöm szépen, jó. Egerben élsz. Igen. Mennyire volt könnyű vissza és a társadalomban? Nekem abszolút könnyű volt, tehát első pillanattól kezdve beilleszkedtem, és nekem azóta eszembe se jut a börtön. Nagyon jó természetem van ilyen vonatkozásban, tehát a rosszat, a jót, azt ugyanúgy meg tudom szokni, és pillanatokon belül. Miért pont Eger? Hát, bocsánat, azért Eger, mert van egy hölgy, aki nagyon szeret és gondoskodott rólam, egy doktornéni, és ő vele egy párt alkottunk, és hát neki ott van lakása, oda hívott, oda mentem. Mit szólnak az emberek, mit tapasztalsz? Már az egriek. Hogyan fogadtak? Hát először is van egy egri lap, aki ugye a szabadulásom előtt megszellőztette, hogy én Egerbe fogok költözni, és mit szólnak az egriek. És a lap ugye olyan formában jelentette meg, vagy olyan stílusban, tehát nem szimpatikus formában, hogy hát minek jön egy ilyen mafiózó ide, hogy mit szól ön ehhez, hogy örülne, ha egy ilyen mafiózó gyilkos, hát nem vagyok gyilkos, ez gyilkos ide kerülne a városba, és meglepő volt, hogy az összes komment arról szólt, hú, de jó, jöjjön ide a szomszédba, végre majd rendet fog csinálni, nagyon várjuk, és stb. Stb. És az a ház, amiben én lakom, azok orvosok 25-30 éve kapták a kórháztól, tehát szinte mindegyik még ugye azóta is ott lakik, és orvosok, és amikor volt az első környezettanulmány a rendőrség részéről, hogy szívesen várnak-e vissza, vagy hogy mit szólnak ahhoz, és mindenki kivételnék azt mondta, hogy nagy örömmel várnak, és szeretettel is jöjjek. Neked milyen a vidéki lét? Mennyire más, mint itt Budapesten? Hát én biztos, hogy nem tudom megszokni, tehát semmilyen. Hát én amikor Egerben vagyok, akkor javarészt azért csak a párommal vagyok, és hát aztán persze megpróbálom oda szervezni az életem egy részét, és meglepő, hogy milyen sokan jönnek le Egerbe, csak azért, hogy beszélnek velem, találkozzanak. A social médiában rendkívül nagy sikert arat, bármilyen posztot láthatunk tőled, többenetes, hogy általában így 5-600 ember azonnal lájkolja ezeket a posztokat. Mit gondolsz, hogy miért kedvelnek? Nem tudom, egyébként nekem is meglepő, mert éppen néztem, akármilyen fotót fölteszek, 5-600 ember, kb. 40 perc alatt, és olyan 1000 körül állnak meg ezek a lájkolások. Fogalmam nincs, hogy miért, nem tudom. De sokan, ja, és több mint 100 hozzászólás van állandóan. Igen, ezt is láttam, és azért vannak köztük úgy ismert emberek is. Igen, nem tudom, hogy miért van ez. Hát, amit én hallok ugye magamról, azt ugye, meg amit írnak nekem levelekbe, és nem csak nők, nem csak fiatal nők, hanem idősebb nők, férfiak, fiatal, kigyúrt srácok. Tehát mindenki, ha úgy veszem, teljesen mindegy, hogy melyik körben, mindegyik valahogy úgy gondolja, hogy én valamilyen erőt képviselek, és hogy, és hogy tisztelik azt az időszakot, ami elmúlt, ez a 17 év, azért ez a 17 év, ez nagyon hosszú volt, és hogy így kibírtam, és lelkileg, fizikailag nem törtem meg, újra ugyanolyan optimista vagyok, mint voltam. De hát ez nem fog változni, mert ugye amikor megszületik az ember, akkor kap egy erőt az univerzumtól, és az végig benne van. És akkor persze formálódott az életünk, meg ugye nem mindegy, hogy milyen testbe születünk, nem mindegy, hogy milyen környezetben, de nekem nincs tehetségem egyébként semmihez, de én mindig azt mondtam, én írtam két könyvet, rólam írtak egy könyvet, én azt írtam le, hogy a
Tehát az egyik mondat arról szól, hogy a tehetség az mindig a felszínre tör. Tehát olyan, mint az olaj. Tehát, hogyha megfúrom a földet, és jön az olaj, de én eldugaszolom, mert nem akarom, hogy jöjjön az olaj, azt soha többet nem tudom eldugaszolni, mert akkor odébb megy, és máshol tör fel. Tehát valahogy ilyen a, szerintem a karizma az, ami meghatározza egy embernek a külső megítélését. Ezek szerint karizmatikus embernek tartod magad, nyilván, hogyha ennyien folyamatosan követnek és k***elnek téged. Koncepciós eljárásnak tartod-e azt, amivel törtem? Most már eltelt, ugye a büntetésem is, meg jogerős is az ítélet. Ugye nagyon nehéz azt mondani egy jogerős bírói ítélet után, hogy koncepciós volt, vagy itt tudom én, nem követtem el, és ártatlanul ültem, mert az emberek nagy többsége úgy gondolja, hogy ha a bíróság elítél valakit, akkor annak van alapja, mert ugye van az a magyar mondás, hogy nem zörög a haraszt, ha nem fúj a szél, de egyébként ennek semmilyen alapja nincs. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember, kikapcsoljam, nagyon sok ember, én ahogy megismertem a börtön életet, úgy ül, hogy vagy nem követte el azt a bűncselekményt, vagy nem annyit. Tehát, hogy azt hiszem válogatós nagyon, és kiválogatós a hatalom. Tehát az, ami nekem bűncselekmény, az másnak még ennyi. Miért kaptad te az ítéletedet? Azért ezt tisztázzuk, mert az emberek nagy többsége azt gondolja, hogy te valami maffia főnök vagy, és hogy biztos, hogy ilyen jellegű bűncselekményért ítéltek el. Hát ez elég érdekes, mert a vádirat szerint és az ítélet szerint igen, maffia főnök vagyok, mert hogy bűnszervezetben követtem el azokat a bűncselekményeket, amelyeket a terhemre róttak. Hát ezt is már elmondtam százszor, hogy mi Magyarországon mindent, amit külföldről átveszünk, azt túlléhegjük. Gyakorlatilag ez az egész bűnszervezet, amikor beemelték a BTK-ba, ez 1999. szeptember 3 volt. Engem már rögtön 6-án le is tartóztattak, ugyanis ezt rám szabták, ezt a történetet. Ezt a jogi egyetemen is így tanítják a fiatal jogászoknak, igen. Amikor bűnszervezetről van szó, akkor Tasnári Péter esetét hozzák föl, és nem azokat, akiket szintén már bűnszervezetben elítéltek. És én akkor azt mondtam, hogy még az Egyesült Államokban 100 éven keresztül talán ha 20 bűnszervezetet tudtak azonosítani, és úgy, hogy el is tudták ítélni ezért a tevékenységet, hát ez Magyarországon, mit tudom, egy év alatt több százra sikerült. Úgyhogy miért tartod magad? Üzletembernek? Főnöknek? Nem főnök, üzletember. Persze van egy olyan habitusom, hogy egy vezető típus vagyok, bármibe belekezdek, akkor ugye én vagyok a vezető, most is, amikor kijöttem, több párt megkeresett, de ilyen limlom pártok, hogy álljak az élükre, és mindent visszautasítok. Tehát én nem akarok a politikával foglalkozni, nem is akarok semmilyen befolyást szerezni. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy először is ugye az én nevem nem tiszta, el is vagyok tiltva a közügyektől. Mit gondolsz, hogyha már így említetted a politikát, Portik Tamás vajon adhatott a megbízást Juhász Péternek? Hát most... Persze, most ha így teszed fel a kérdést, persze, hogy adhatott. Hát adhatott is, meg nem is adhatott. Tehát, hogy van kapcsolat a úgynevezett bűnözői körök és a politika között? Te hogy élted meg, mit láttál? Hát természetesen minden bűnözőnek, akiket én ismertem, én vezető mindegyiknek nagyon magas rangú rendőri és politikai kapcsolata volt. Nagyon-nagyon sok pénzt is fizettek ezeknek a kapcsolatoknak, így van. De Hopkának gondolsz? Hát most a Hopka, én egy aljas gazembernek tartom. A
Hopka legalább 4-szer tartóztatott le engem a Gulyással, ugye a főnökével együtt, tehát a Hopka személyesen, tehát kijött vagy 10 kommandóssal is, és vitt, mint a véres kard. Tehát én akkor is, nem akkor, hát én már 25 éve megmondtam, mert az első könyvem akkor jelent meg. Én akkor elmondtam, hogy az igazi szervezett bűnözés az a rendőrség berkeiben alakult ki, és a legbiztonságosabban ők tudják manipulálni a szervezett alvilágot. Ugyanis őket védi az egyenruha, védi az összetartás, és amíg nem esnek át a ló túlsó oldalára, és nem nagyon nagy hibát nem követnek el, addig éveken keresztül tudják ezt a pozíciót tartani. Szerintem ők irányítják az alvilágot, a rendőrség. Nagyon érdekes, amiről beszélsz, készítettem a Magyar Rubival a Csillagban. Ő ugye tényleges életvétélet kapott ugyanígy mafiavád kapcsán, és ugyanerről beszélt, hogy korrupt rendőri vezetők azok, akik igazából veszélyesek a társadalomra, és nagyon sok közülük még ma is. Igen. Mondok neveket is. Te most, amikor kijöttél, mennyit változott, vagy változott, amit gondolsz? De mi? Az a rendszer, ami akkor, hogy a rendőrség... De semmi nem változott, egy csoportot likvidáltak, már egy rendőri csoportot, de ugyanott ülnek, főleg a legmagasabb szinten, azok, akik komoly befolyással rendelkeznek az éjszakai életre. Tehát nincs olyan cég, nincs olyan vállalkozás, amelyik úgy tudna működni önállóan és függetlenül, hogy ezeknek a legmagasabb rendőri kapcsolatoknak, vagy politikai kapcsolatoknak nem tejelnek. És itt komoly pénzekről van szó. Úgyhogy én, amikor hallottam ezt, hogy a Portik 10 millió fintot adott a Rogán, mert bennem semmilyen kétség nem volt, hogy ez nem volt igaz. A vízavízkő kapcsán is ugye felmerült, hogy a vízónak is... Hát az bizonyított is, tehát arról kár is beszélni, de hát 20 éve is tudtuk, akkor soha nem értettem, hogy a belvárosban lévő éttermek, amelyek ugye megjelentek a médiában, hogy fosszák ki a külföldi turistákat. Hát az mind a Vizovicki étterme volt. Hát ezt miért nem lehetett megállítani már akkor? Hát az amerikai követségnek a fekete listán az összes Vizovicki étterem rajta volt. Tehát akkor, amikor jöttek az amerikai turisták, akkor tájékoztatták őket, hogy ide nem menjenek. Tehát a Vizovicki az annyira biztos volt magában, ugye azért, mert hogy ugye mindenkit, akit lehetett, lefizetett, hogy ő álmában nem gondolta, hogy vele ez megtörténhet. Miért történt meg szerinted? Nem tudom. Mit szóltál, amikor meghallottad ezt a hírt, hogy a Vizonot is letartóztatták? Hát megdöbbentem. Nem hittem volna, hogy ő, aki ilyen hosszú távon kialakította ezeket a kapcsolatokat, és ilyen kettős életet élő ember, egy igazi kaméleon, aki nem mutatkozik, nem szerepel, de a háttérben mindig ott van. Egyébként aljas módszereket használt végig a saját munkatársaival szembe is, hát nekem is volt konfliktusom vele. Milyen jellegű konfliktus? Hát többször is, 2 vagy 3-szor ki kellett vonulni. Hát amikor még én dolgoztam, és tudom én például a Váci utcán 200 emberrel fölvonultam akkor, és mit tudom én, a Vizovicskinek a terjeszkedését úgymond meg kellett akadályozni, mert durva módszerekkel próbált terjeszkedni. És nem véletlen az, hogy engem emelt ki a rendőrség, mivel ugye ez az ő számukra, tehát ezeknek a magasabb rangú rendőrök számára
ez anyagi veszteséget jelentett volna, ha én a Vizovickit megállítom. Meg tudtad volna állítani? Hát meg is állítottam, tehát ez nem volt probléma. De én emlékszem arra, amikor volt egy ilyen találkozó, ugye én beszéltem meg a Vizóval, hogy találkozunk mondjuk, most nem emlékszem pontosan, 19 órakor. És hát a helyszínre mentem, 19-kor, Bizó telefonál, hogy ne haragudj, Péter, egy fél órát kések, mert mit tudom, ilyen és ilyen problémáim vannak. Mondom, jó, várok. Közben jöttek a telefonok az ő testőreitől, hogy Péter nagyon be van a Vizovicki, ugye most nem mondom, mert hogy felvétel, de hogy nagyon-nagyon fél. Azt mondja, hogy gyűjti az embereket, azt mondja, hogy kb. 70-en vagyunk, de ez még kevés, és még akar hozni. És akkor én mondtam a srácoknak, hogy de gyerekeket, mi összesen 3-an vagy 4-en vagyunk, mi egy beszélgetésre jöttünk a Vizovickivel, mert a Vizovicki kitiltott egy embert, egy akkor ismert embert az egyik szórakozóhelyről, és elvettek attól az embertől 3 vagy 400 ezer forint 20 évvel ezelőtt. És mondom, azért jöttem, hogy ezt a sérelmet, ezt tisztázzuk, mert hogy az az ember az hozzánk fordult. Először is a Vizovickán ki kell fizetni azt, amit elvett, a másik meg fel kell oldania azt a utasítását, hogy nem látogathatja az az ember továbbiakban azt a szórakozóját. És mondom, legalább másfél órát késett, fél óránként telefonált, hogy mindjárt jövök, csak probléma van, itt probléma van. Ott a legközvetlenebb testőre meghívogattak, hogy nagyon-nagyon fél, és mit tudom, már 100-an, már 120-an vagyunk, szóval nincs semmi értelme, mert akárhányan vannak, ha én valakivel tárgyalok, akkor nekem van egy olyan határozott stílusom, hogy teljesen mindegy, hogy hány ember ül velem szemben, vagy milyen erőt képvisel, meg fogunk egyezni. Tehát ez a vége. Ebben az ügyben is megegyeztünk. Tehát nem volt összecsapás? Dehogy is, hát ezek a felvonulásokon nincsenek összecsapások, hát ez egy ilyen erődemonstráció. Hát ez ugyanaz, amit a TEC csinál, vagy a rendőrség, hogy ugyanaz, hogy felvonulnak, mit tudom, most is nézem a robbantóért. Hát ez egy vicc, hát egy elmebeteg hülye gyerek robbantott, úgy tudom, a körúton. Most nem tudom, hogy láttad, de hát páncélautókkal, 50-60 tekkes, meg minden. Minek ez a nagy felhajtás? Hát ellenem is mindig úgy jöttek. Mikor, hát engem többször tartóztatott le a kommandó. És mindig 20-an jönnek. Minek? Hát nincs semmi értelme. Ez semmi, ez egy erődemonstráció, színház a népnek, hogy ez is ez van. És ezzel kapcsolatban azért megjegyezném, hogy én olvastam egy riportot most nemrég tőled a légiósokkal kapcsolatban, és ott az egyik légiós nyilatkozott, aki korábban nálam dolgozott, az F. Zsolt, és ő elmondta, ugye azokat a dolgokat, például a TEC-kel vagy a magyar rendőrséggel kapcsolatban, hogy ő milyen eredményesnek vagy céltudatosnak tartja ezeket a rendőri szerveket, és hogy milyen technikai... Nem nyilatkozott róla túl pozitívan egyébként. Hát, de nincs ember, aki a TEC-ről vagy ezekről pozitívan nyilatkozza. Nem azért, mert hogy azok a srácok nem jól kiképzett emberek, mert de azok, én is ismerek többet közülük, abszolút jól kiképzettek, bátrak, nem ijednek meg az árnyékuktól, de amit a Zsolt mondott, az nagyon fontos, hogy semmilyen igazi éles akcióban nem vettek részt. Tehát itt nem azon múlik, hogy én megtanulom azt, hogy mit tudom én, 10-szer, 20-szor egy kiképzés során, hogy mit tudom én, tömegben a
kézi tussát, azt hogyan oldom meg, ugye? Mert hogy mit tudom én, vagyunk kette három, valakit meg kell védenünk, és akkor jön a tömeg, és ezt nagyon szépen le lehet játszani, be lehet mutatni, hogy hú, milyen erősek vagyunk, hogy itt ütünk le valakit, ott rugunk le, földre visszük, kicsavarjuk, elvesszük, stb. Csak az életben nem így működik. Tehát azt mondom, hogy a Zsoltnak abban igaza volt, hogy igazi akcióban nem voltak ezek az emberek, és ott fog eldőlni majd, de ne legyen. Tehát én is azt mondom, hogy nagyon jó lenne, ha nem lenne ilyen akció, de most őszintén ez a limlom robbantó, meg terrorista, meg ilyen. Hát na de oké, de hát akkor miért csinálják ezt? Tehát jó, értem, propaganda, meg kell indokolni, hogy miért adunk 10-20 milliárdot a teknek. Amit szerintem kell is adni, mert hogy legyen egy ütőképes csapata. Itt Európa legütőképesebb csapataként tartják számon. Az oké, hát lehet, hogy annak... Oké, lehet, hogy annak tartják számon, de még azért nem voltak tűzharcba. Tehát, hát akkor meg... Bocsánat, egy orrfújás mindét hadd kérjek, mert elcsöppelek. Nem akarsz Jaj, én meg semmi bajom, ez ilyen... Zseniális ilyen Phoenix modellt, mindig újra életsz a poraidból, egy ilyen kis. Oké, okay, meg vagyok. Mit gondolsz most, ugye ismét kijöttél, és megváltozott a világ? Amikor bekerültél, akkor még a Vizó kint volt, a Portik, és most gyakorlatilag mindenki likvidálva lett. A Portikkal pedig amikor találkoztál, és hol először eljött tudni? Egyetlen egyszer találkoztam vele. Mi volt a véleményed róla? Milyen benyomás? Te jó ember ismerjél. Semmilyen véleményem nem volt. Hát, most tehát, hogy ki ő? Mivel foglalkozik? Mert... Persze, hogy tudtam hallani, rengeteget hallottam. Egyetlen egyszer találkoztam egy sportrendezvényen vele. Uh-huh. Rám köszönt. És kész, én meg vissza. Ennyi volt. Ja, megkérdezte, hogy hát mikor jöttél ki. Akkor miért lehettél rajta a halálistán? Hát én azt nem tudom, hogy én rajta voltam a halálistán. Most én is olvastam, hogy a kis Bandi az ilyeneket mondott, de hát most a kis Bandi azért lássuk be, egy kis hatott olvaj betörő volt. Igen. 25-30 évvel ezelőtt, aztán hogy nőtte ki magát, tehát most nem tudom, mennyire komolyan lehet venni azt, amit ő mond, de hát nekem például csak elmondom, hogy ez nem csak a kis Bandi szerint voltam rajta valamilyen halállisten, hanem annak idején a valamelyik ilyen bulvárlapban meg is jelent a halállista, hogy kiket fognak megölni, igen, és azon is rajta voltam. És akkor volt egy ilyen tévériport velem. Fölveszed? Hát, hogy kikapcsolod? Jó. Amíg élsz, addig. Jaj, igen. Nekem nincs szükséged mentestőnökre, mit gondolsz? Nekem? Nincs. Most mihez kezdesz egyébként? A Phoenix modellről vagy, mindig újra élesz, mindig eléred a sikereket. Mi hajt előre, mi a motiváció? Hát azt nem tudom, az egy belső erő. Az egy belső erő, azt én szerintem azt nem lehet tanulni, nem lehet kölcsönvenni, megvásárolni. Szerintem úgy születnek az emberek, hogy van, akiben van, és van, akiben nincs. Nyilván kevesebb az, akiben van, és azok tudnak elérni sikereket, akik így haladnak, akik minden nehézséget legyűrnek. Én ezt úgy tudnám elképzelni. Nem tudtok megtörni? Hát semmilyen formában nem. Nagyon... Nem illek bele ebbe a képben, meg ebbe az egész rendszerben, nem illek bele, mert én nem tudom elfogadni ezeket a szabályokat, tehát semmilyen szabály, tehát
egy nagyon szabad lelkű, szabad ember vagyok, és hát persze egy ilyen ember, aki ilyen sok évet tölt, egy ilyen rendszeren belül, egy ilyen zárt rendszeren belül, az vagy asszimilálódik, vagy megtartja azt a három lépés távolságot, amit én is megtartottam minden fogvatartottal, őrrel és mindenkivel szemben. Nagyon jó, hogy erről beszéltél. A Portikkal kapcsolatban megjelent most egy interjú. Volt Cella társa nyilatkozott, hogy neki a Tamás mindent elmondott, és hogy ez mennyire tűnik valósnak. Őszinte leszek, mert én nem tudom. Én nem tartom elképzelhetőnek, hogy egy olyan kaliberű ember, tehát aki ennyi embert irányít és ilyen cselekedeteket tud végrehajtani, mint a Tamás, hogy egy cellatársának, egy cellatársának olyan dolgokat elmondjon, olyan privát infókat, amit egyébként nem kellene. Hát én születtek nálad barátságok így. Hol? Te képes lettél volna egy a zárkatársam. Börtönben? Nekem nem volt zárkatársam, de egyébként igen, lehet barátság. Megnyilhat előre. Igen, de hogy a Tamás az biztos, hogy nem. Tehát én nem ismerem, de rengeteget hallottam róla. Elképzelhetőnek, elképzelhetetlennek tartom, hogy ő ilyeneket elmond a cellatársának. Én inkább úgy vettem észre ezt a úgymond vádalkus fiatal embert, hogy ő szeretne szerepelni. Egy igazi veréb, egy senkiházinak tartom. Én biztos, hogy sehol nem találkoztam ezzel az emberrel. És az volt a számomra furcsa, hogy amikor a Portik azt mondta, hogy a Rogánnak adott 10 millió forintot, akkor mindenki azt mondta, hogy a politika részéről, rendőrség részéről, hát egy bűnözőnek nem lehet hinni, nem lehet hitelt adni a szavának. Ugyanakkor kijön ez a papagáj ugye a börtönből, és elkezd olyanokat mondani, amit szerintem még egy 6 éves gyerek sem mondaná el a másiknak. Hát azért, ha én csinálok valamit, pláne ilyen súlyos dolgokat, ha az igaz, hát akkor nyilván, hogy nem fogom megosztani ezzel az emberrel, de minek is tenni? Hát azért a Tamást látogatják ügyvédek, mint ahogy engem is látogattak minden nap. Tehát ha én valamit szeretnék, akkor nyilván az ügyvédemmel beszélem meg. És ez azért furcsa volt a számomra, tehát én ismerem ezt az életet sajnos. Hogy persze vannak ilyen régi börtönvilágból, voltak ilyenek, hogy hát figyelj öcsém, szabadulok jövő héten, kinek üzensz, írd le. Hát és akkor voltak, leírta, hogy szeretlek, Gizi, meg ilyesmi, és akkor így üzengettek. Na de hát ma már, amikor ez a 21. században, most a Portik is minden nap telefonálhat alanyi jogon, ugye? De sőt, van mobiltelefonja is, feltételezem, már hivatalosan a BV az ad mindenkinek mobiltelefon. Igen, hogyne, hát másfél éve már persze, igen. Hát korlátozzák még mindent, de hát az, persze van mobiltelefon, nem kell kimennie, nem kell sorbálni, így van. Tehát van ilyen lehetősége, van olyan lehetősége neki, hogy ugye bejárnak az ügyvédek, és Tamásnak biztos vagyok benne, mert ugye hozzám is minden nap jártak, volt, hogy kettő, tehát ő is megengedheti magának. Tehát... Juhász Péter, hát, most figyel, lehet, hogy tényleg irányít egy Juhász Pétert, vagy mást, de ezt még kéne egy verébe közölni. Hát úgy adott kommunikációt, tanácsokat gyakorlatilag. Ki? Hát a Tamás. Az oké, de miért mondanál egy ilyen Palinak, aki vele van? Hát most az adott kommunikációt. Én nem tudom, én nem ismerem a Portikot, de elképzelhetetlennek tartom, hogy egy olyan ember, mint akiről szó van, aki tehát olyan szervezettséggel rendelkezett, és hogy ha elkövette azokat a bűncselekményeket, amivel ők őt vádolják, sőt, amivel el is ítélték. És hogy ezek a bűncselekmények hosszú-hosszú éveken keresztül, szinte 20 éven keresztül nem kerültek napvilágra. Hát akkor elképzelhetetlennek tartom, hogy egy ilyen ember bárkivel beszélgessen a
zárkán belül, hát akkor meghűlt, ha igen. De hát a televízióban, ahogy látom, egyáltalán nem hülye a csávó, tehát igen, jól csinálja. Én szerintem baromi jól csinálja. Miért? Hát azért, mert sok beszédnek sok az alja. Bármit mondana, az minden, teljesen mindegy, hogy miket mond, valamibe biztos, hogy találnának hibát, igen, és akkor na, itt a rés, a pajzson, na gyere, akkor támadunk. De igen, nem tudom, most a riportban volt szó, vagy a riporton kívül a Magyar Robiról beszéltünk, ugye? Jó, oké. Magyar Robival kapcsolatban csak azt akarom elmondani, hogy én rendkívül súlyos ítéletnek tartom az életfogytól. Egyszerűen nem is értem, hogy gyakorlatilag őt, ha jól tudom, de azt hiszem jól tudom, egyetlen egy embernek a megölésének a felbújtásával ítélték el, meg számos más bűncselekménnyel. Ez oké. Ha igaz és ha bebizonyosodott, akkor erről nincs is mit mesélni. De hogy ilyen bűncselekményért más kap 10 vagy 15 évet, és nem többet, ez biztos. Szóval egy életfogytiglan, egy tényleges, hát ez aránytalan, ebből az látszik, hogy mindenképpen komoly szinten van neki ellenfele vagy ellensége, aki egyszerűen így akart eltüntetni a föld színéről. A belügyminiszterről beszélt konkrétan? Tessék? Konkrétan a belügyminiszterről beszélt. Nem tudom, de ez tragédia, azt mondom. Hát igen, és hogy ami így izgalmas volt számomra, hogy azt mondta, hogy még az Aranykéz utcai robbantással is begyanúsították, és még szerencse, hogy akkor épp, ő mondta, hogy szerencse, éppen akkor Németországban letartóztatták egymás bűncselekmény miatt. Na, engem is egy csomó ilyen nem megtaláltak, nem gyanúsítottak soha semmivel, de minden egyes ilyen nagy leszámolásnál behívtak, érdeklődtek, hol jártam, mit csináltam, milyen kapcsolat volt a sértett személlyel, stb. Szóval mit tudok, kivel beszéltem, milyen hírek terjengenek. Szerinted ez a Aranykéz utcai robbantást kirendeltem? Fogalmam nincs. Annyira érdekes, hogy ezeknek a 98 robbantásos merénylet történt Magyarországon, és alig néhányban sikerült megtudni, hogy ki volt az elkövető és a felbújtó. Hát szerintem még egybe se tudták meg, csak... Hát a Rohács, ugye? Hát nem tudom, hogy ezt tudjuk pontosan. Nem tudom, hát én nem ismerem ezeket az anyagokat, fogalmam nincs. Hát hogy ez olyan fura, nem? Hogy tesselest is, vagy hogy lőtték ki. Tehát hogy így igazából vannak olyan dolgok, amiket nyilatok alatt felderítenek, és vannak olyan, ami hosszú-hosszú évekig titokban marad. Konfúcius mondta időszámításunk előtt, tehát kb. 3-4 ezer évvel ezelőtt, hogy ha megvan az akarat arra, hogy valakit elítéljenek, azt el is fogják ítélni. Ugyanez van. Tehát, hogyha megvan az akarat arra, hogy felszámoljanak egy csoportot, mondjuk egy ilyen Magyar Robi vagy Tasnádi Péter köré szerveződő csoportot, akkor azt föl is fogják számolni. Tudnék én a mai éjszakából mondani olyan csoportot, aki működik. Szerintem és van éjszakai élet? Hát ne, van olyan csoport, igen, van olyan csoport, aki még itt azért tevékenykedik, igen. És a tanyék is benne vannak. Ja, hát nincsen bent a tanyi egyébként. Nincsen bent. Hát, volt a tárgyalása? Házi őrizetben van. Hát az nem ugyanaz. Igazából az ilyen nagy nevek már nincsenek. És beszélgettem szórakozóhely tulajdonosokkal, amikor szó volt el, hogy a Vidókia. És mindenki örült neki. Örült? Azért örültek, mert azt mondták, hogy akkor újra rend lesz. Hogy ez számomra olyan érdekes volt, hogy... De miért lesz rend? Ezt nem értem. Hát, hogy ahogy... Nem tudom, tehát gondolom most ilyen kaotikus a... De miért lesz rend? De bocsánat, de miért lesz rend? A kézbe tartott. Hát mit? Ugye, mit tartott? A saját szórakozóját tartott a kézbe, és ha valamit megkívált, akkor elvette erőszakkal. Ez milyen rend? Hát
Hát ez nem hiszem, hogy független vendéglátósok azt mondták, hogy örülnek a Vizovicki szabadulásának. Hát egyet. Diszkotulajdonosokkal. Hát az én is beszélgetnék velük, kíváncsi volnék, hogy mit mondanak. Ez hülyeség, de ahogy is. Hát most csak azt akarom mondani, hogy én például kijöttem, én nem szeretek éjszakába járni, meg ilyesmi. Attól független, hogy annak idején egy csomó éjszakai szórakozóhelyet én felügyeltem. Biztonsági. Hát biztonsági, meg tulajdon, stb. Nem ez a lényeg. Na most például a barátaim mondták, hogy elmegyünk egy szórakozó helyre, elvisznek. És bejelentették, hogy hát akkor jövünk. A tulaj, meg a port, a nem, megijednek, hogy a vendégek, hogy Isten menj, stb. Tehát én nem hiszem, hogy az ilyen gerinctelen, vagy jellemtelen, vagy gyenge emberek ilyeneket mondanak, hogy örülnek a Vizovicki. Szerintem senki nem örül, mert a Vizovicki azzal, mondom, beterrorizálta a szórakozó helyeket. Jaj, a Vizovicki örült annak, hogy például engem elvittek. Igen. Hát meg szerintem ő hozzá is járult, igen. Miért? Hát azért, mert... Annyira nagy ellenlábasa voltál? Annyira hát nem voltunk olyan, hát most annyira, én nem tudom, hogy ő mennyire félt, vagy mitől, én szerintem, mert mindenkitől fél. Én beszéltem egy csomó sráccal, aki neki dolgozik, hát paranoiás az ember. Én jártam most ilyen budapesti éjszakában, és a szórakozó helyek, mert azért éles különbség van a 10 évvel előtti portaszolgálat és a mostaniak között, tehát hogy így számomra döbbenetes, hogy milyen kis köpcös, kis elhízott. Mert azért van ez, mert nem lehet már semmilyen olyan fizikai agresszióba lépni, amiben régen lehetett, vagy akkor se lehetett, de akkor legalább nem jött utána a büntetés. Ma már azért is bebörtönzik a portást, hogyha leköp valakit. Tehát nem lehet. És a portást azt lehet alázni, lehet bármit mondani neki. Minimális fizetést kapnak. És hát igen, ez van. Hát most... Tehát ilyen 8000 forint egy éjszakára szerintem teljesen nem alázó ahhoz képest, hogy az emberek biztonságára vigyáztak. Jó, de hát nem is nagyon vigyáznak a biztonságra. Tehát most mit csinálnak? Semmit. 4-5-en állnak a kapuba, az kész. Hát igen, tehát az semmilyen biztonság nincs. Hát most. Arról is lehetett hallani, hogy a hajógyári ugye megszűntek a dolgok, de hogy valamelyest a Vizó külső szégeken keresztül érdekeltséget próbál újra szerezni. Mit gondolsz, ez releváns? Lehet, hogy valaki újra akar építeni a pitot? Hát persze, miért ne akarná? Hát igaza van. Hát mi most mit csináljunk, fiatal ember, akkor most üljön otthon és mit tudom én, olvasgassa. Itt a hajógyári, ugye a magyar államnak is van részesedés. Hát és akkor mi van? Hát a Vizovicki egyébként, én véleményem szerint egy ügyes ember. Tehát... A kaszinóban gondolkodtak együtt. Igen. Nem, egy ügyes pali, tehát ő egy ügyes szervező, nagyon jól megcsinált ezt az egész birodalmát. Hát most miért hagyna föl vele? Hát természetesen. Bevitték 3 évet, bent volt, azt hiszem, előzetesbe. Hát újraépítkezik. És te Magyarországon képzeled el a jövődet? Hát én nekem már nincs olyan sok évem, hogy én itt most abban gondolkozzak, hogy Magyarország vagy itt más. Lehet érvényesülni, lehet pénzt keresni. Hát lehet pénzt keresni, de hát annyit nem lehet, amennyit annak idején. Mert ha nem tartozom egy komoly politikai tömörüléshez, akkor nincs melóm. Hát. Én látom, hát most felvettem a kapcsolatot a üzlettársaimmal, volt kapcsolatrendszeremmel. Hát azok az összegek, amiről mi annak idején beszéltünk, 50-100 millió, az semmi. Itt milliárdok repkednek. Az uniós csak egy jó, hát most uniós, nem uniós, mit tudom én. Hát jó kapcsolata van az embernek, ugye a politikai vezetése, akkor... Hát ott. Neked akkor igazából... Nekem nincs. Hát pontosan. Hát de én ezt felismertem. Nekem nincs ilyen kapcsolatom, sajnos. Én egyébként azt mondom, mert mindenki mondja azt, tudod, hogy milyen korrupt ez a Fidesz kormány és ez az egész rendszer.
Tehát ugyanilyen korrupt volt az előző, a szocialista, és azért utálom a korrupciót, mert hogy én nem vagyok benne. De egyébként ezt megtennéd? Hát miért ne tenném meg? Hát nekem is jól esne, ha azt mondaná mondjuk egy ilyen Fidesz potentát, hogy figyelj Péter, itt van 800 milliós tender, ezt most te fogod nyerni, és old meg, hogy Szegeden a Vidán Parkot védjed. Hát most nem is kell védeni, mert hogy ugye már nincs konfliktus szituáció. De jó melót az csak így kapsz. Tehát olyan nincs, hogy, mert mondták most sokan, hogy hát Péter, gyere, építsünk egy új céget, biztonsági céget, de mondom, hogy minek építsek? Hát ez már nem fog működni. Tehát az nem úgy van, mint amikor én még kint voltam 20 évvel ezelőtt, ugye egyrészt nevem volt, kapcsolat, hát most is van nevem, persze Tasnádi Péternek hívnak, de olyan jellegű, hogy ami volt 20 évvel ezelőtt, hogy odaszóltam a televízió elnökének, és azt mondtam, hogy mit tudom én, holnap ez is ez szerepeljen, ilyen időintervallumban, ilyen már nincs. Vagy azt mondtam, mit tudom én, akármelyik médiumnak, hogy ez is ez legyen benne, és benne volt. Szóval én amikor megcsináltam ezt a K1-nek az elődjét, meg az MMA-nak az utcai harcot, hogy a 1994-ben, az egész ország nekem dolgozott, tévék, sajtó, mit tudom én, plakát, ragasztó, plakát, kihelyező cég is, fillér nélkül. Tehát én ezt így oldottam akkor meg. Most igen, az MMA, erről is kérdeztem volna, gyakorlatilag a te nevedhez köthetőek ezek az utcai harcok. Most ebben nem gondolkodol, hogy ezeket újraélezd? Ezeket a kapcsolatokat, hát ezeket a sportolókat nem tudom. Fölveszi. Hát én, hát engem kéne mentorálni, nem a sportolók. Hát de hogy versenyt szervezni, tehát hogy ebben gondolkodni. Ugye nagyon sok helyről megkerestek. Ökölvívók is, karatésok is, tehát minden MMA-sok, stb. De az, hogy én most újra elkezdjek ebbe a sportban mozogni, ahhoz megint csak pénz, paripa, fegyver kell, kapcsolatok. Az van. Hát az van. Na de ha az van, akkor ez kell, az kell, és akkor tudod, akkor jó volt, hát egy 20 évvel ezelőtt, 25 évvel ezelőtt televontam energiával, és azt mondom, hogy rajta gyerünk, szervezzünk nagy eseményeket, eltartunk több száz sportolót, én eltartottam, tudod, és nem érdekelt a pénz. Tehát ebből befolyó pénz nem érdekelt, mert voltak olyan érdekeltségem, ami nekem bőven elég volt. Tehát azért nem mentem be az olajüzletbe. Hát nekem jöttek az olaj, sőt, tehát a kis Bandi jött és mondta, hogy Péter, tegyél be 50 millió forintot és hetenként kapsz 50-et. És mondtam neki, hogy de nem kell, figyeljél, én nem keresek olyan sok pénzt, de 30-40 milliót keresek havonta, és az nekem bőven elég. Mert többen a rizikót abban? Hogy az olajban? Nem tudom, én szerintem... Nem éreztem én ilyeneket, dehogyis, nem kellett, én nem vagyok több rá. Hát azért 30-40 millió nem volt rossz pénz. Nem vagyok egyszerűen többre. Tehát ha most, mit tudom, én most én kapok egy lehetőséget, hogy a mai élethez mi kell? Körülbelül 500 ezer forint havonta szerintem kell. De talán még több is. De ha én ezt megkapom, ugye mit tudom én, most 20 év után, hogy én keresek 1 millió forintot akármiből, akkor azt mondom, hogy hú, de jó, havonta, úgy mondom, akkor jól el vagyok. De a listán sehol se vagyok. Tehát az utolsó, tudom, a nagy tömeghez képest persze ez óriási. De akkor, amikor én kerestem ezt a 30-40 milliót, akkor ugye azért a mit tudom, ország 1000 leggazdagabb emberében biztos benne voltam. Amikor jöttem hozzád, így azon gondolkodtam, azon kívül, hogy csinált, hogy ilyen jól nézel ki még mindig, tehát hogy is ezt így fizikálisan gondolom, azért így karban tartod. Tehát, hogy ez szerintem tök jó, meg nagyon sok mindent mutat egy ember jellemét is.
Hogy hogyan tudtad ezt megélni? Számomra ez azért így döbbenetes. De mit? Megvolt az a palotád, és igen. Tehát a második kerületben volt, hogy ott tudom, és most egy egri albér, de hát egy másik. De kontraszt, hogy ezt hogy éli meg egy ember? Hát mert agyba dől el minden. Tehát hát, nem az számít. De figyelj, nekem az, amikor megvolt a palota, meg a 500-as Mercedes, és minden földi jó, akkor az a cél, illetve hát az eszköz volt, és a célomat szolgálta, ugye? Hogy egy olyan képet fessek a közvélemény felé, hogy én egy gazdag, hatalmas, mindent elintéző profi vagyok ebben a szakmában. Ez egy üzleti befektetés volt, mert amikor jöttek hozzám ugye tárgyalni, hogy ezt és ezt az ügyet oldjam meg, akkor én simán mondhattam ebből a környezetből, hogy jó, rendben van, és hiteles is voltam, tegyél le 1 vagy 2 millió forintot, és akkor foglalkozok az ügyeddel. És le is tették a pénzt. Ma hol fogadjam ezeket az a maximum itt ebben a szállóba? Hát ha mondok 1-2 millió forintot, körbe röhögnek. Tehát megváltozott a világ, és hogy ehhez a megváltozott világhoz mennyire tudsz alkalmazkodni, ez mondom, ez dől el az agyadba, hogy mondják nekem azt, hogy te Péter, hát milyen autóval jársz? Mondom, nem járok autóval. Hogy? Hát mondom, nincs autóm. Szóval is, hogy jössz föl Egerbe? Hát mondom, fölülök a buszra, és ne hülyeskedj már, és akkor ott az emberek, mondom, mi van, néznek és kész, és akkor mi van? Én baromi jól érzem magam a buszon, nem nekem kell vezetni, közben tudok telefonálni, ugye, oltogatni, és a többi. Tehát ez jó, jó érzés. Aztán mondják, hogy lejönnek hozzám autóval, és fölvisznek. Itt vannak fiúk, most is van itt három, aki bárhova elvisz. Mindjárt jön egy negyedik, meg egy ötödik, és fölajánlják. És mondtam nekik, nem kell gyerekek, én megoldom, nekem nem szorulok ilyen mankorra. Tehát megkérdezted a testőt. Beajánlkoztak megint a régi emberek, és sőt, újak, fiatalokért, olyanok, mint a hegyomlás. Facebookon keresztül tényleg ilyen gyönyörűen kigyúrt 62-es karú panik, meg mit tudom, érted, akik tényleg jól néznek ki és minden. De hát mondom, gyerekek, én örülnék, ha jönnétek velem, tehát én egy forintot nem tudok adni. Tehát egyrészt szeretem a fiatalokat, szeretem a sportot. Tehát akkor ez nem okozott egy ekkora... Hát nekem nem. Nekem nem. Jó, vagyok, buszra felszállok, ingyen utazok, nyugdíjas vagyok. Kapsz nyugdíjat? Persze. Valami jogom. Komoly. Felét mondjuk a kislányomnak ezt adom. Ezt is szerettem volna megkérdezni, hogy a családot tennél, nem hiszem. Hát, tudom én találkozom kislányommal is. Tudom én, holnap például ebédelni hívtam. 7 éves az anyukájával együtt, utána elviszem egy cukiba őket, aztán hát ennyit tudok, mert most nem vagyok Budapesten állandó jelleggel. Milyen sok pénz? Milyen sok pénz? Hát elvitték, hát meg föléltük. Hát azért az egyik feleségem, aki azóta is ugye mindenféle médiumban telefonál, amikor megtudja, hogy én szerepelek, és megfenyegeti a médiumokat, hogy ha őről a szó van, akkor így meg úgy bepereli a televízió. Egyszerűen nevetséges. 300 millió forint készpénzt vitt el. Hát 20 éve. Igen. És azóta is az az élete, hogy azt nézi, hogy én hol, miben szerepelek. Például volt a nem tudom, mit lehet mondani, a tévének, mondjuk a Hír TV-nek voltam a Riasztár című műsorában, és azt ugye promó ment, és akkor ők látták a kamu férjével, igen. Miért kamu? Hát, mert hogy azt mondják, hogy nincsenek együtt, már 15 éve, de hát ugyanúgy persze együtt laknak. Ez is egy ilyen kommunikációs trükk, és az a
illető, tehát az a férj vagy nem férj, ugye az médiában dolgozott, és hát azt hiszi, hogy ő egy baromi okos ember, és akkor vannak még kapcsolatai a médiával, és akkor fölhívja ezeket a főszerkesztőket, vagy esetleg a televízió igazgatóját, és akkor fenyegetőzik, de senki nem veszi komolyan, hát mindig is madár volt a Pali, de komolyan, tehát egyszer nevetséges, ők ketten úgy, ahogy vannak nevetségesek, csak mondom, azért nem mondom a nevüket, mert ugye befogják perelni a televíziót, vagy titeket, vagy engem, tehát, de engem egyfolytában perelnek, tehát teljesen mindegy. Szóval az az érdekes, hogy mehetett 20 év, és még mindig velem foglalkozik a hölgy. És ugye attól lett híres, hogy ő volt a Tasáró Péter felesége, különben a kutya nem figyelne rá. És a többi feleséged, Daniela, viszont? Hát az első feleségemmel sajnos nem jó, a két fiamnak az édesanyja. Nem tudom, érdekes, a volt feleségek, azok valahogy haragudnak rám. De a volt női kapcsolataim nem. És nem tudom, hogy ez mi lehet. Én is sokat gondoltam erre, hogy 20-25 év után még miért van bennük ilyen indulat. És arra gondoltam, hogy valami szerintem nem törlődött ki a memóriájukból, vagy a lelkükből. Mert az az ember, aki már nem fontos a másik számára, az nem irítál, igen, közömbös. Nem tudom, nem bántottam soha se nőt, se állatot, se gyereket. Tehát én egy nagyon nyugodt és békés ember vagyok. Lehet, hogy ez a baj, hogy elváltál tőle. Hát ez mindegyik nő engem hagyott el azért. Azt azért. A vállásaid tényleg? Persze, én soha nem mentem volna el egyiktől se. Tényleg? Nem, én olyan vagyok, hogy odaraknak és ott maradok. De gondolom a hűséggel vagyok. Na jó, hát a hűség. Egy pillanat, azért álljon már meg, én előre szóltam mindegyiknek. Igen. Persze, elmondtam, hogy én a hűséget egészen másképp értelmezem. Tehát nem a szexuális hűség, vagy a lelki hűség, az két különböző dolog. Különböző, ugye mi a feladatunk? Hát először is ugye én zsidó származású vagyok. Ugye aki ismeri az Ószövetséget, az olvashatja, hogy mikor az Úr Ábrahámnak adta azt a területet, amit ma Palesztinának hívnak, akkor azt mondta Ábrahámnak, aki ugye Sárával élt együtt, és Sára meddő volt, nem volt utódjuk, hogy neked adom ezt a földet, és annyi, igen, és hogy megáldalak téged és az utódaidat, akik be fogják népesíteni a földet, és annyian lesztek, mint a tenger fővenye, vagy mint az égen a csillagok. Ugye ezt Ábrahám nem is, illetve Ábrahám még elhitte, de mert a nők azok a hihetetlenek, és mikor ugye megszületett Ábrahám fia, Izsák, akkor ismerjük onnantól a történetet. De mi volt, de mi az alapvető erkölcsi tanítás a zsidóknál? Ugye az, hogy a szexuális életet a magad örömére nem gyakorolhatod. Ez egyébként a keresztény vallásban is így van, átvették. Tehát a szexuális életnek a feladata az utód nemzés, ugye? És mivel egy férfinek a sperma termelése élete végéig tart, neki a feladata az, hogy megtermékenyítsen minden nőt, akit tud. Így van. Vállalná még gyereket? Nekem teljesen mindegy. Volt, volt is egy ilyen szituáció, amikor bevonultam 2012-ben a börtönbe egy nagyon szép jóga oktató lányjal voltam pár hétig. Persze párhuzamosan, mert hogy ugye már a párhuzamosok úgy tudtam, soha nem találkoznak, de ebbe is tévedtem, mert mindig megtudtam minden egyes hölgy
ismerősöm, aki hozzám tartozott, hogy van egy másik harmadik. Ezért arra gondoltam, hogy ezt a matematikai tételeket, ezt újra kell gondolni. És szívesen vitatkoznék Einsteinnel, de sajnos ő már nem él. De mert hogy nekem ez komolyan, tehát ezt én magamon éreztem, hogy ezek a hölgyek mindig tudnak egymásról. Tehát akkor hogy van az, hogy nem találkoznak az univerzumban? És a lényeg az, hogy ugye az Úr meg is büntette Onánt, nem tudom, hogy erről hallottál-e, ugye ő Júdának volt az egyik fia, és ugye az volt a történet, hogy a Júdának az első fia elvette Tamárt, és ők egybekeltek, házasok lettek, aztán meghalt az első fiú, azt hiszem őt Élinek hívták, és a második volt Onán, és mivel a zsidóknál van a sógorházasság kötelező, tehát hogyha meghal úgy meghal a testvérem, hogy nincs utód, akkor el kell vennem az ő feleségét, és az első gyerekünk az ő, igen, ő nevét viseli, hogy az ő nemzetsége ne halljon ki. És akkor Onán volt a második, de ő rosszat gondolt, és nem akart ugye a testvérének, hát a meghalt testvérének nem akart utódot nemzeni, és ezért amikor szeretkezett Tamárral, akkor a magját a földre szórta. És ezért büntette meg őt az Úr, és meg is ölte. Egyébként a keresztény vallás innen vette azt, hogy nem szabad onanizálni, mert ugye az Onánnak a neve, nem szabad onanizálni, és akkor a fiú gyerekeket ugye azzal jezgették, hogy jó, hát ha ilyet csinál, stb. De hát nyilvánvaló ez a rohanó világ, meg ez a változó kultúra, technika, mit tudom én, mindent megváltoztatott, és hát most már ezt nem veszik annyira figyelembe. De nem válaszoltál a kérdésembe, vállalnál most? Dehogy nem mondtam. Ja, azt nem fejeztem be, hogy az a jógaoktató, gyönyörű, szép, tényleg olyan volt, hogy ránézett az ember, és jól érezte magát. Az kérlek szépen, mikor én bevonultam, akkor fölhívta a páromat, ezt a doktornénit, akivel együtt vagyok, és mondta, hogy hát ő terhes lett tőlem. És, de hát a párom az egy nagyon aranyos ember, úgyhogy nincs köztünk ilyen jellegű probléma, attól független, ugye, hogy ő is nő, és hát nyilván féltékeny, de ezt megbeszéltük, mert intelligens, és ezt lehet intelligensen kezelni az ilyen dolgokat, és mondtam, hogy nekem az életem az két részből áll, tehát egyrészt az, hogy én nagyon jól el vagyok vele szellemileg, és társadalmilag, de van egy másik életem, amiben egyszerűen semmilyen beleszólást nem engedek. Igen, hát ez egy komoly betegség, ugye ez a poligámia, de, és gyógyíthatatlan. Na, a lényeg az, hogy a jógaoktató fölhívta a páromat, mondta, hogy gyerek van, párom meg jött látogatni, és mondta, hogy hát van gyerek, és hogy hát el szeretné vetetni, és ezért kér pénzt. Én megmondtam, hogy nem adok pénzt, ne vetesse, mert én szeretném azt a gyereket fölnevelni, mert ő is nagyon csinos, szép, én is még akkor jól néztem ki, és mondtam, ebből biztos csak egy gyönyörű gyerek született. Hát soha többet nem jelentkezett a jóga oktató. Na ez a kérdés, ez a válasz, hogy persze, bármikor, bármennyit. Hát nem, imádom a gyerekeket, hát na, tényleg nagyon szeretem.
Ja, szeretem egyszerűen a gyerekeket. Már csak egy kérdés, így a végén van, jó? Te kérdezd meg, hogy a nem Jack Zsuzsa mennyire tett. Most akartam el rátérni, hogy arra már beszéltünk, hogy Magyarországon képzeled el a jövőben. Bocsánat, nem ezt mondtam. Nem azt mondtam, hogy Magyarországon képzem el jövőben. Azt mondtam, hogy elég idős vagyok, és elég rövid az idő ahhoz, hogy én most változtassak, ne változtassak. De lehet, hogy jövő héten gondolok egyet, és elmegyek. Hát független vagyok szellemileg. Hol élnél, ha van valami kedvenc ország? Nincs bennem ilyen. Hát ugye ott élek, ahol jó. Van-e tervben? Hát van, de ez, most nem tudom, hogy ott fogok élni, vagy sem. Hát kimegyek most, igen. Igen? Egy hétre. Tényleg? Tényleg, egy hétre megyek ki. Hát már megvan a repülőjegyem, szállásom, minden le van foglalva. Hát azért nem voltam Izraelben, ugye 17 éve. Ilyenkor mindig... Ilyenkor mindig elmegyek a Siratófalhoz. Behelyezem a kívánságomat, bár a mindenhatóval én mindennapi kapcsolatban vagyok. És mint Júda törzsének leszármazottja.